Nem sikertörténet, hanem inkább aztán egy kicsit már patinás történetről beszélhetünk. Ezelőtt 30 évvel, 1989 őszén egy Beregszászon megtartott, direkt ez a célra összehívott konferencián volt először nyilvánosan szó erről a tragédiáról. Arról, hogy mi is történt. Ezen a konferencián jelen volt ugye mindenki, aki érdekelt és ellen érdekelt, és ott ez először történt meg nyilvánosan. És ott megfogalmazódott az, hogy mit is akarnánk ezzel a kérdéssel. Megfogalmazott az, hogy meg kell találni azokat a neveket, meg kell nevezni az áldozatokat, meg kell találni ennek az okait, ennek a dokumentumait, emléket kell állítani ennek. És akkor ugye, akik visszaemlékeznek az periódusra, még a kolhozvilágban falu szerte elindult az emlékműállítás, hol a faluközpontokban, hol a temetőkben, de gyakorlatilag minden falu gyorsan összegyűjtötte a saját áldozatainak tévsorát, és próbált őket megörökíteni. Akkor a KMKS szerzeten belül fogalmazódott meg, hogy egy központi emlékhelyet kellene létrehozni, és ennek kézenfekvő a lágertemető. Pontosabban a lágertemető maradványa, itt akkor Szolyva szélén. És nekem jutott abban az időben az a megbízatás, vagy az a feladat, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozok. Ugye én voltam abban a helyzetben, aki tudtam ezzel érdemben foglalkozni. És meg is találtuk a helyet, és el kell mondani, hogy szerencsénk is volt, mert a szolyvai vezetés akkor is, és a mai napig mindig rendkívül készséges volt e kérdésben. Tehát mindig nyitott ajtók vártak ránk, ha kerestük a telket, ha ki akartuk igényelni, ha be akartuk szerezni megfelelő engedélyeket, és ennek kapcsán régében 92-re elkészültek a tervrajzok is. És 90-ben, 29 évvel ezelőtt pedig elhelyeztük az alapkövet. Ugye, ami most kilátszik a földből, ha lefényképezitek, az lényegében csak a felső egyharmada. Ez egy hatalmas magas kő volt, mert ez az alapterület ettől majdnem másfél méterrel lejjebb volt. Ez fel lett töltve, mert ez egy ilyen mocsaras terület volt. És a maga a temető maradvány igazából csak a siratófal mögötti dombban vannak még effektív embermaradványok, és egy gyűjtő temetőben az első világháborús temető szélén. És 94-ben készült el a váz, a kerítés és maga ennek az emlékfalnak a váza, és akkor történt meg az első avatása ennek a parknak. De aztán fokozatosan, évről évre, mindig újabb igényeket kielégítve megépült a kápolna, és közben folyt a kutatómunka. És alapul véve a falban felgyűjtött neveket, az archívumokban is egy óriási szerencsé volt az Emlékpark Bizottságnak a Korszun Alexi valamikori Kahebé ezredessel, aki mindegymilyen indítatásból, de segítségünkre volt abban, ami igazából civil embernek, különösen magyar civil embernek a független Ukrajnában sem igen volt lehetséges, tehát az archívumokhoz. Ennek alapján dokument, nem csak a neveket tudtuk megnevezni, hanem dokumentet tudjuk mai napra már a cselekményeket is. Tehát dokumentáljuk a sok ezer nevet, régiben a park területén ma már több mint 12 ezer név van. És a park most már nem csak Kárpátaljáról szól. Ugyancsak az idő úgy hozta, hogy ugye kiderült, hogy ez a terrorakció, ez nem csak a mai Kárpátaljára került területet érintette. Ez érintette az Ung megye teljes területét, azt is, ami ma a szlovák oldalon van. Érintette Bereg megyének azt a területét, ami ma, és Szatmár megyének, ami ma Magyarország és Románia területén van. És az utóbbi évtized ennek a gyűjtő munkájával is foglalkozott. Került felavatásra két gránit tábla az alapkövet körülvelő obeliszk csoporton, ahol a halmi járásban begyűjtött áldozatok nevei vannak fentültetve, 38 fő. Tehát ez ma már nem csak a kárpátaljai, hanem úgymond a négy megyének, a valamikor négy történelmi megyének az emlékhelye. És
ugye valószínűleg úgy, mint az angol gyeppel, ahhoz, hogy valami igazán kialakuljon, ahhoz idő kell, és hála Istennek, a Jóisten megadta hozzá az erőt és az egészséget, hogy azok a személyek, itt külön szeretném kiemelni a Dubka György személyét, aki alapítás voltunk kezdve egyik motorja és intézője, úgy az építési beruházási munkálatoknak, mint a parkfenntartás és különösen a kutatási konferencia egyéb tevékenységnek. És igazából így 30 év alatt sikerült lényegében kőben is, dokumentumokban is megteremteni az emléket. Természetesen a munka nincs befejezve. A felderített 12 ezer név, ez csak egy része. Sok név már valószínűleg nem is lesz. Még sok minden van az archívumban, amik fel lehet még kutatni, ugye a tényállást illetően, mint magákat, a személyek neveit illetően is, és a személy sorsokat illetően is, ugye, mert mindegyik egy-egy név, ez egy külön sors, egy-egy külön tragédia, ami arra érdemes, hogy ez folytatódjon, és nagyon szeretnénk, hogyha a Jóisten adna nekünk még hozzá lehetőséget, hogy még ezt a munkát fönntartsuk, rendbe tartsuk ezt az emlékhelyet, ami ma Európa, a Kárpát, mindenképpen egy a Kárpát-medencének talán egyik a legpatinánsabb emlékhelye, a kegyelet, a megemlékezésnek a szimbóluma is, ha mondhatom így, és hogy ezt a munkát tovább tudjuk folytatni, és nagyon jó volna, hogyha ez az emlékezet, annak ellenére, hogy az ukrán állam a mai napig nem ismerte el, hogy azért ez tovább éljen a következő nemzedékekben. És ez valószínűleg nagyon szükség volna arra, hogy valamilyen formában most már ez dokumentáló, ez most már nem egy elbeszélések alapján történik, ez valahol része volna az iskolai tananyagnak is, legalábbis a magyar iskolákban. Hogy a felnövekvő nemzedék, akiknek már esetleg csak déd vagy ükszülei lettek áldozatai ennek a tragikus eseményeknek, hogy ők náluk is ez rögződjön, és valahol a kárpátaljai, de talán nem csak kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetének is részévé váljon.